Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. A múlt héten elkészítettem egy tepsis pisztrángot, amit Instagramra és Facebookra is kiraktam sztoriba. Annyi reakció érkezett rá, hogy én úgy gondoltam, hogy megmutatom, hogy kell elkészíteni, bármilyen egyszerű is. Mert ezek szerint van rá igény. Megint elkészítettem. Hozom nektek a videót az elkészítéséről. Tartsatok velem! Kellene hozzá egy nagyobb tepsi, nem kell az a nagyon nagy, de a kicsinél egy ilyen nagyobb. Sütőpapírral érdemes kivélelni, szerintem utána könnyebb tisztítani. Aztán patiszont, illetve csillagtököt és cukkinit megpucoltam, felvagdostam. Van itt baby spenót, van itt paradicsom felszeletelve, akkor aprítottam fel egy kis petrezselymet, újhagymát és fokhagymát is vagdostam. Van itt citrom, só és olivaspré. Most azért nem a kókuszsprét használom, mert így a diéta alatt én úgy érzem, hogy kellene egy kis extra ízhatás, és az olivaspré ezt megadja egy csomó ételnek, tehát nekem ez nagyon-nagyon ízlik így. No, el is kezdjük. A halat azt ugye elöblítettem hideg folyóvíz alatt. Elsőnek tennék rá citromot. Ugye ez tök szuper, különben így lehet konyakészen kapni az Aldiba. Megmondom őszintén, én múltkor csináltam először, és annyira ízlett, hogy azt rohadt, brutál, tényleg, fú. Na meg a másik, hogy képzeljétek el, halazatra is allergiás vagyok, nem hiszem el. Utána olvastam a neten, és valószínű, hogy az összes tengeri herkentyűre. Tehát ha valaki egyikre allergiás, akkor általában az összesre. Most nem tudom, hogy ez azért van, mert besokaltam, vagy alapból is. Nem vettem észre korábban, hogy ekcémásodnék tőle. Picit leöblítem a kezem. És ugye most, ahogy a versenydiéta elindult, előjött a dolog. Megsózom belülről is. Kívülről is. Meg citromozom kívül is. Bár majd azért csöpögtetek rá még. No. És most. Teszek bele új hagymát, tetszőlegesen. Kis petrezselymet, fokhagymát. Lehet bele nyugodtan. Na, ugyanígy megtöltjük a másikat. Látjátok, nem egy nagy cucc egyébként, de tényleg. Új hagyma. Fokhagyma. Úgy. Még fokhagyma, kis petrezselyem. Szuper. Természetesen a fejét nem fogom megenni, de egész nyugodtan lehet így sütni. No, aztán, ja, kifújom a, megint mellítem a kezem, bocsi. Nem akarom összefogdosni a olivasprét, tehát kifújom olivasprével a tepsit. Elosztottam itt a patiszont, meg a cukkinit. Jó, mehet rá a só. Cupi, jöhet a paradicsom. Beletűzdelem. Szerintem ez megint egy olyan egyszerű recept, hogy ezt bárki, még egy gyerek is meg tudja csinálni. Persze nyilván így, hogy lehet kapni kizsigerelve a halat, mert én még életemben nem pucoltam halat, bár biztos vagyok benne, hogy hamar megtanulnám, de ha már lehet ilyet választani, hogy így lehet kapni, akkor én ezt így igénybe is veszem.
picit megint sózunk. Oké, én azt mondom, hogy szerintem most rakjuk rá maradék ilyen petrezselyen fokhagyma, újhagyma sztorit. Tudod, de van ez ki. Egyébként sokkal jobban érzem az ízeket, amióta diétázom. Ugye semmi ízfokozó, semmi mesterséges dolgot nem használok, és az ízérzékelésem az felerősödött, nem is kicsit. Én azt mondom, hogy ezt is megfűlöm egy picikért. Olívasprével, ugye ez a Jimbibes olívaspré. Biztos láttatok már, vagy használtatok már, de ugyanolyan, mint a kókuszolajspré, csak ugye ebbe oliva van, és én eddig a kókuszolajsprét használtam nagy részt, de most igénylem ezt az olivát. Mert rá a bébispenol, de egyébként mire bispenoltal is lehet csinálni, de most azért úgy hozzáférhető a friss is, úgyhogy szerintem használjuk ki. A spenót az össze fog majd esni, azért teszek benne ilyen jó sokat, hogy maradjon is benne egy kicsi. Úgy. Jó, jöhet a halacska. Úgy, szuper. Jó, leöblítem a kezem. Olívasprével meg fogom fújni, majd fél időben megfordítom, és a másik felét is megfújom. Iszonyat finom, ropogós lesz majd. Jó, és mehet is bele a sütőbe a halacska. El is készült a pisztrángunk. 175 fokon sütöttem, légkeveréses verzióban. Nem néztem az időt, de úgy körülbelül egy negyed óra 20 percet sütöttem az egyik oldalát, utána kivettem a tepsit, megfordítottam a halacskákat, egy pici citromot facsartam rá, és újra megfújtam az olívasprével, és egy negyed órát pirítottam ezt az oldalát is. Azt tudnotok kell, hogy meg lehet enni a bőrét, és ilyenkor szuper finom és ropogós. Nekem nagyon ízlett, igazán majd mondom őszintén csorogany állam most is, remélem tetszett a videó, hogyha még kitalálok esetleg picit izgalmasabb recepteket így a versenydiét alatt, akkor még fogok jelentkezni, ha nem, akkor maximum úgy, hogy elkészítem nektek videóba, és hogy a más fogja megenni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további kellemes estét kívánok nektek, sziasztok!